A sajtótájékoztató keretében elsőként Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke és miniszterelnök jelöltje kért szót, aki hangsúlyozta, hogy Magyarországon ők az egyetlen párt, amely önállóan tud országos listát állítani. A 106 választókerületből már több mint 60-at végigjártak, hogy azok mindegyikében bemutassák országgyűlési képviselőjelöltjeiket. Torockai László röviden ismertette pártjuk programját, kiemelve, hogy kifejezetten vidékközpontú pártként valós társadalmi problémákra szeretnének valós válaszokat adni. Több olyan dologra is fókuszálunk, amelyre a többi párt, a parlamenti pártok nem szoktak fókuszálni, például arra, hogy vidéken hogyan tudnak megélni az emberek, a fiatalok hogyan tudnak boldogulni, találnak-e munkahelyet helyben, vagy el kell menni Ausztriába, vagy máshova, más nyugat-európai országba dolgozni. Mi próbálunk ezekre a kérdésekre úgy választ adni, hogy egy olyan programot, a Víradat programot alkottuk meg, amely elsősorban a magyarokról szól, a magyarokra helyezi a hangsúlyt, mi büszkén vállaljuk, hogy mi a magyarok pártja vagyunk, és elsősorban a magyar vállalkozásokat akarjuk támogatni, nem a multikat. Akár a Fidesz, akár a balliberálisok esetében mindig azt láttuk, hogy a multikat támogatta, és nem pedig a hazai vállalkozásokat, de akár itt van a koronavírus helyzet, itt is azt látom, hogy sem a Fidesz, sem a baloldal nem mond újat, egymásra licitálnak, de gyakorlatilag ugyanazt képviselik, mi ezzel szemben a kezdetektől fogva próbáltuk megérteni, hogy miről szól a koronavírus, és próbálunk olyan innovatív javaslatokkal előállni, mint például a koronavírus haszon élvezőire kivetendő speciális úgynevezett szolidaritási adó, amelyel be lehetne tömni azt a lyukat, amelyet most a magyar gazdaságon ütött a koronavírus, és nem az államadósságot szeretnénk növelni, mint ahogy ez jelenleg zajlik, hanem olyan megoldásokban gondolkodunk, ami a magyar gazdaságot meg tudja menteni. Torockai László bemutatta a 2. számú egyéni választókerület országgyűlési képviselőjelöltjét Gici József személyében, aki jelenleg a Mi Hazánk mozgalom megyei elnöke. Volt Kőszegen 4 évig önkormányzati képviselő, 2010-ben pedig a Jobbik országgyűlési képviselő jelöltje volt, tehát komoly politikai tapasztalattal is rendelkezik, de leginkább arra vagyok büszke, hogy egy kikezdhetetlen, megvesztegethetetlen, talpig becsületes úriembert kínálunk itt jelöltként, és nem pedig besározott, akár korábban, akár jelenleg valamilyen zűrös ügyekbe keveredett politikust. Gici József bemutatkozásában elmondta, 2010-ben már volt országgyűlési képviselőjelöltje ennek a térségnek, így jól ismeri a 2. számú választókörzetet. Céljai közt szerepel szellemi, lelki, gazdasági síkon egyaránt frissítést megvalósítani a körzetben. Nagy megtiszteltetés számomra ez a felkérés. Ugyan már 2010-ben voltam ennek a körzetnek a képviselőjelöltje, de azóta sokat változott a világ. Én maradtam ugyanazokat az értékeket képviselem. És szeretném ennek a körzetnek a szellemi, lelki megújulását elősegíteni, mert úgy tapasztaltam, hogy az elmúlt években egy picit ez ellaposodott. Mind gazdasági szempontból, mind pedig egyéb vonatkozásban. Tényleg azok mellett, az értékek mellett, és amivel a Mi Hazánk országos szinten is, tehát helyi szinten is, én azokat az értékeket szeretném képviselni. Tehát a hitünk, a család és a haza, ez a három alap dolog van.